A csatornán 2022. március 22-ét írunk, keddet. Egy helyzetjelentést szeretnék itt tartani, vagyis mondani, innen Záhonyból, erről a menekült helyzetről és a mentesített vonatról, amely nemrég érkezett be, amit fel is vettem, majd bevágom nektek az elejére vagy végére, meg azt, hogy felvettem a Latorca nemzetközi vonatot, ahogy kihúz. Na. Hát remélem tetszeni fog a videó. Hát, jó szórakozást kívánok hozzá, vagyis nem is tudom, mit mondjak ez. Na, most már a vonatok nem a nyugati pályaudvarra, nem is a keleti pályaudvarra mennek, hanem a Kőbánya felsőre mennek. A mi vonatunk talán 8 fecske és egy darab BD, ez a biciklitárolós BHV kocsiból áll. Emberek folyamatosan érkeznek, jönnek, mennek, már sokkal kevesebben vannak, mint 2-3 héttel ezelőtt voltak a krízis elején tetőpontján. Most már, hogy az orosz hadsereg se nyomul annyira előre, meg most már aki akart, az a 3 millió valahány százezer ember, az már elmenekült, 10 millió meg az országon belül, azaz aki el akart abban a térségben menekülni, az már elmenekült. Így a helyzet javul, az Áhonyi iskolában is, amit mondtam, hogy Kandó Kálmánban embereket szállásolnak, orvosolnak, ilyesmi, abban is sokkal kevesebben vannak már, mert nagyon sokan tovább visznek buszokkal, folyamatosan viszik az embereket buszokkal, vonattal, így a helyzet folyamatosan javul, szebbül, így a helyzet már majdnem megoldódott, de még ahogy láthatjátok, mai napig vannak emberek, folyamatosan jönnek, mennek, szállnak fel a vonatra, és mennek Kőbánya felsőre. Most már szerintem akkor ott oldják meg a eligazítást az emberek számára. Ahogy láthatjátok, olyan 100-150-200 ember lehet már itt. 2-3 héttel ezelőtt voltunk azért ezren is, meg a 12 kocsi szerelvényből 6 kocsi tele volt. Tegnap is vettem fel egy felvételt, az fenn van már a YouTube csatornán. Abból olyan 4-5 kocsi volt tele, sokkal kevesebben vannak már, mint 2 hete, de a helyzet javul itt Magyarországon, itt Záhony környékén, már nem is mennek annyian vissza Ukrajnába, így most már tényleg aki el akart menekülni, az elmenekült. Ezzel a kis rövidke videóval akartam bejelentkezni, remélem tetszett a videó, ha tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel, találkozunk legjobb a videóba, én Máté voltam, sziasztok!